500 tonna sót tároltak be még ősszel a nyírvívénél a téli időszakra. Emellett 300 tonna fűrészporos sókeverék és 150 tonna folyami homok is a raktárakban áll, de ha ennyi nem lenne elég, utánpótlásra is lehetőség van. A tél során 17 munkagép és ugyanennyi jármű, valamint 5 nagy teljesítményű sózótológép, traktorok, kisgépek és teherautók dolgoznak az utakon Nyíregyházán. A vállalatnál állandó készültségben állnak, hogy a különböző időjárási helyzetekre azonnal reagálni tudjanak. Az időjárás figyelemmel kísérésével felállítjuk a 24 órás ügyeleti szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy a nap bármelyik szakaszában kialakul egy olyan körülmény, amit vagy jeleztek előre, vagy nem jeleztek előre, vagy más a mértéke, akkor azonnal tudunk rá reagálni gyakorlatilag. A 24 órás ügyelettel lefedjük az egész napot. Nincs olyan időszaka a napnak gyakorlatilag, amikor ne tudnánk elindulni 30 percen belül és megkezdeni a védekezést. A városban 260 kilométernyi szilárd burkolatú, 337 kilométer hosszú burkolatlan és 52 kilométer kerékpárutat, illetve 15 ezer parkolót, buszöblöket és járdát kell télen is takarítania a társaságnak. Ez sokszor nehéz feladat, és eközben a lakosok közül sokan azt is elvárják, hogy a téli fagyok és hó ellenére is folyamatosan a nyáron megszokott útviszonyokkal találkozzanak. Szinte lehetetlen, tehát folyamatos hóesésben folyamatosan ezt a több száz kilométernyi utat nem tudjuk azonnal megtisztítani, hatni kell a sónak. Alapvetően a lakosságnak is van feladata, illetve a magyar közútnak, hiszen ezeket a csíktalanítási feladatokat közösen kell elvégeznünk. Elmondható, hogy a nagykörút, illetve a nagykörútig bevezető útszakaszok, ezek a magyar közút fenntartásában vannak, ott ők végzik a síktalanítási feladatokat. A társasházaknál, családi házaknál nagyon fontos tudni, hogy mindenki a saját portája előtt a járdát takarítania kell, illetve síktalanítani. Az összes többi pedig, amin kerékpárutak, főbb közlekedési utak, szervizutak, összekötő utak, illetve a belváros néhány járdája, ami jelentősebb forgalmat bonyolít le, azokat mi csináljuk. Mi végezzük el ezeken a területeken a síkosság vagy az érdesítés feladatait. Keckó János azt is elmondta, az elmúlt évek időjárás változásaihoz ők is igazodtak, és míg korábban február végéig tartott a téli időszak, most már március végéig kitolták a készültség.